Sorra nyílnak az európai határok, de egyelőre mindenki óvatos. Európa több pontján ugyanis koronavírus gócpontok jelentek meg, nem sokkal az enyhítések után. Azok az országok, amelyek a turistákból élnek, azon dolgoznak, hogy minden határ megnyíljon, a kormányok viszont láthatóan tartanak a gyors lazításoktól. A német külügyminiszter például azt mondta, hogy csak odautazhatnak a németek szabadon, ahol biztosan betartják az óvintézkedéseket. Franciaországban egy hete indult újra az élet. Megnyitottak az áruházak, az éttermek és a kávézók. Mindenki szabadon elhagyhatja az otthonát, de csak 100 kilométeres körzetben mozoghat. Most, vagyis a lazítások után egy héttel kiderült, hogy 200-nál is több koronavírus gócpontot találtak. A gócpontok közül többet is Vágóhídon. Az egészségügyi hatóságok azt mondják, hogy nem várható második hullám. Ilyen gócpontok, amelyeket kezdenek feltárni az egészségügyi hatóságok, ebből egyre több lehet. Bíznak abban tehát, hogy nem lesz második hullám. A franciák és a kormány még ebben nem olyan biztos, ezért is az óvatosság. Megvárják azt, hogy mi történik májusban, tehát hogy az adatok növekednek-e. Nem csak Franciaországban, hanem Németországban, Spanyolországban és Írországban is megjelent a vírus különböző vágóhidakon. Szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy ezekben a húsüzemekben nagy számban dolgoznak keleti és dél-európai vendégmunkások, akik általában túlzsúfolt szállásokon élnek és nem tartják be a járványügyi szabályokat. Az észak-rajna-vesztfáliai Lengerich lelkésze is egy gócpontot mutatott meg. Szerinte sem a sok utaztatás, sem az egészségügyi körülmények nem felelnek meg a szabályoknak. Ezt előre lehetett látni. Ahol sok ember ilyen kis helyen zsúfolódik össze, nem lehet betartani sem a higién és sem a kötelező távolságtartási követelményeket, mondta a német lelkész. Németországban pont az ilyen gócpontok miatt több járásban is úgy döntöttek, hogy egyelőre nem enyhítenek a korlátozásokon. Pedig a nyári üdülési szezon előtt egyre több helyen merül fel a határnyitás ötlete. Szardínia bejelentette, hogy nyaralni várja a német turistákat. A német külügyminiszter 10 európai ország külügyminiszterével tárgyalt. Olyanokkal, amelyekben húzó ágazat az idegenforgalom. Lesznek nyári utazások, de csak a szabályok betartásával. Ezt el kell magyarázni az embereknek. Lesz korlátozás a tengerpartokon, az éttermekben, a belvárosokban. Fel kell arra készülni, hogy az idei vakáció hasonlítani sem fog a korábbi utazásainkhoz, fogalmazott Heiko Maas. A külügyminiszter szerint most nem a kiesett hasznot kell bepótolni, hanem biztonságos környezetet kell teremteni. Berlin június közepén dönt arról, melyek azok az országok, ahová biztonsággal elutazhatnak a németek. De a német külügyminiszter úgy fogalmazott, június 15-e még nem a vakáció és a korlátozás nélküli utazgatás kezdete. A nyári turista szezont idéző sorok alakultak ki hétvégén a szlovén-horvát határon. Ljubljana pénteken jelentette be, hogy az ország leküzdötte a járványt, ami egyben azt is jelenti, hogy megszűntek az országban az utazási korlátozások. Ezzel egy időben Horvátország is megnyitotta Szlovéniával közös határát. Hatalmas tömegek torlódtak fel. Van egy nagy házunk Horvátországban. Most megyünk idén először, hogy megnézzük, rendben van-e minden, mondta ez a szlovén férfi. Nem csak a szlovénok kaptak kedvet az utazáshoz. Voltak, akik ezzel egy időben Szlovénia felé vették az irányt. A ljubljanai kormány ezért a pénteki határnyitást követően vasárnap már szigorítani kényszerült a beutazás szabályait. Az új kormányrendelet szerint csak olyan uniós tagállamokból érkező állampolgárok léphetnek be szabadon, amelyekkel kétoldalú megállapodást kötött Ljubljana. Az unión kívüli érkezőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk 2 hétre. Így például a Bosznia-Hercegovinából és Szerbiából érkező vendégmunkásoknak is. A szlovén állampolgárok, Horvátország kivételével, továbbra is csak üzleti, egészségügyi vagy családi okok miatt utazhatnak más országokba. Közben Szerbia, Bulgária, Görögország és Románia is tárgyalt a kölcsönös határnyitásról. Abban állapodtak meg, hogy június 1-től gazdasági célokból megnyitják a határokat egymás között.
Elkezdődtek tehát a lazítások Közép-Európában is. Egyelőre kétoldalú megállapodás alapján lazítanak az országok már, ami ugye a határokat illeti. A szabad átjárástól azért még messze vagyunk, de napról napra érezhető, hogy azért jönnek könnyítések. Korábban is kaptak ugye könnyítést például a mezőgazdasági idénymunkások és az ingázók, most azonban újabb könnyítéseket, enyhítéseket jelentettek be. Mutatjuk ezeket. Május 21-től, tehát csütörtöktől Szlovákia enyhít. Ezentúl nem kell kéthetes hatósági karanténba vonulniuk azoknak, akik rendelkeznek állandó vagy éppen ideiglenes szlovákiai lakcímmel, a tartózkodásuk pedig nem haladja meg a 24 órát. Mindössze egy formanyomtatványt kell kitölteniük ekkor, hogyha bemennek Szlovákiába. Szlovákia felé egyébként mutatjuk a térképen, és 11 határátkelő helyen lehet átmenni. Aztán jön a következő újdonság, Horvátországba ugyanis ezentúl nem csak azok léphetnek be, akiknek ingatlanjuk vagy éppen hajójuk van. Most már személyes okból, családi eseményre vagy akár gyógykezelésre utazók is bejuthatnak Horvátországba. Továbbá mindazok, akik igazolni tudják, hogy szállást foglaltak Horvátországban. Térképen ugyancsak jelöltük Horvátországba, éppen 9 helyen mehet a forgalom. És újabb újítás az is, hogy már az Ausztria felé közlekedők Zsirán is átjuthatnak a határon, ott is zavartalan, tehát a forgalom már amennyire a szabályok azt engedik. Kétoldalú megállapodások alapján lazítanak tehát, és a koronavírus elleni küzdelemről, valamint a gazdasági károk áthidalásáról egyeztettek a visegrádi országok kormányfői a német kancellárral. A videokonferencián egyetértettek abban, hogy a járvány ősszel várható újabb hullámát egy sokkal jobban felkészült egészségügyi rendszernek kell már kezelnie. A visegrádi országok egyébként június elején tartják következő csúcs találkozójukat már Csehországban. Közben a cseh kormányfő szerint jó lenne, hogyha a közép-európai országok egyszerre nyitnák meg határ. Június 15-én, vagyis ugyanakkor, amikor az osztrák-német határ is újra nyit.